ebből a beterjesztett javaslatból, ami az állampolgárok számára követhetővé teszi a hatályos joganyagot. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Köszönöm, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki felszólalni a vitában? Felszólalót nem látok. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem Répás. Igen, tisztelt országgyűlés, a monitoromon később jelent meg. Z. Kárpát Dániel képviselő, a Jobbik képviselő csoportjából felszólásra jelentkezett, megadom a szót. Nagyon szépen köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Az általános vita kezdeti szakaszában vezérszónokként a Jobbik már kifejtette álláspontját a tekintetben, hogy mi a baj ezzel az előterjesztéssel. Valóban a 90-95%-ot érintő technikai változtatásokkal komolyabb problémát nem tapasztalunk. Szükséges változtatási irányoknak a foganatosításáról van szó, és valóban egy olyan kormányzati struktúrának a szabad kialakításáról, amelynek jogát vitatni nem érdemes, teljesen természetszerű, hogy ebbe az irányba akarnak elindulni, induljanak el, erre a felelősség az önöké. Viszont sajnálatos módon sem a vita kezdeti szakasza óta, sem azóta nem láttunk jeleket arra nézve, hogy az ehhez kapcsolódó kísérő előterjesztések, ezt kiegészítő törvényjavaslatok egyáltalán kísérleti vagy gondolati szakaszban vannak-e már. Mégis megelőlegezve a bizalmat, hagyd tegyek pár olyan kiegészítést, amelyek talán ezen előterjesztés javításához is hozzásegíthetnek bennünket, fenntartva azt a nagyon komoly aggályt, hogy a hasonló salátatörvények elsősorban nem nekünk jobbikosoknak kényelmetlenek, tehát nem minket zavar ez elsősorban, hanem bizony egyrészt a választók felé nem egy jó üzenet, és a szakma felé sem, hiszen az ilyen salátatörvényekbe lehet elrejteni azokat az aknákat és bombákat, amelyeket a későbbiekben nyilvánvaló, hogy így is úgy is meg fognak találni az arra érdemesek. Én ebben az esetben nem élek ezzel a gyanúval, mégsem egy szerencsétlen módszer vagy megoldás futószalagon bedobálni egy 3-4 nap átnézési időt adván hasonló előterjesztésekre, a hasonló előterjesztéseket. Tehát beszéljünk arról egy picit, hogy hol lehetne javítani ezen. Teljesen egyértelmű, hogy a 93. paragrafusnak az az indítványa, mely szerint a címert tartalmazó védjegy leostromozásához miniszteri engedély szükséges a továbbiakban is támogatandó. Ugyanakkor Magyarországon egy olyan folyamat lehető fel, hogy már nem csak a címert tartalmazó védjegyekkel van gond, hanem bizony magyar termék védjegy alatt, ahogy mindenféle külföldi nagyipari szemetet el lehet adni. Sokszor a címerre emlékeztető védjegyekkel van a probléma, az olyan látszattal, melynek során magyar termékként próbálják feltüntetni azt, ami valójában nem az. Tehát ezügyben kérünk szépen közös gondolkodást, természetesen módosító indítványainkat a maga idejében benyújtjuk ezzel kapcsolatosan, hogyha kiegészítés államtitkár úr részéről nem érkezik ezen a téren. Ugyanilyen úton, módon a 29. paragrafussal kapcsolatban is felmerül az, hogy a rokkant személyek foglalkoztatásáról a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter mellett bekerül az esélyegyenlőségért felelős miniszter neve is. Ez a megosztott hatáskör nem okoz-e vajon problémákat a jövőben? Kellőképpen lefedette ez a terület, és a megfelelő szakmai egyeztetések megtörténtek ezen a területen? Ez nagyon fontos kérdés, amely mellett nem lenne érdemes elsiklani. És továbbra is fenn kell, hogy tartsuk azt az 54. paragrafusban emlegetett pontot, melynek során a Nemzetbiztonsági Hivatal helyét az Alkotmányvédelmi Hivatal, más néven az AVH veszi át. Tudom, hogy ez az önök részéről egy technikai változtatás, ami egy korábbi döntési következménye, mégis nemzeti radikális képviselőként kötelességem tiltakozni már a megnevezés használata ellen is. Kérem, hogy találjanak egy szerencsésebbet, vezessék át ezt a teljes apparátuson, ne kelljen ezt még 15-ször vagy 20-szor elmondanunk, hiszen önöknek is nagyon kényelmetlenné fog válni ez a következő években. Az ilyen nagyon nem és egyébként csak retorikai megoldásokat, tehát elnevezésbeli problémákat igen könnyen meg lehet oldani, és akkor nem kéne erről beszélnünk itt. Még a komplett találmányi és védjegyügyi kérdéskörrel kapcsolatban ki kell emelnem még egyszer. Sajnálatos módon hiányoljuk és hiányolnunk kell azokat a kísérő jelenségeket, szándéknyilatkozatokat, melyek igenis egyfajta szingapúri modellt vezetnek be Magyarországon, mely szerint nem csak technikailag toldozgatjuk, foldozgatjuk ezeket a területeket, és próbáljuk meg ügyfélkapuzással, egykapus rendszerrel könnyebbé tenni a szabadalmak bejegyzésének útját, módját, hanem azt is megpróbáljuk elérni, hogy szélesedjen az a kör, ahonnan a magyar szellemi termékeknek a produktum skálája kiemelkedhet, ahonnan a magyar koponya eredményeit felhasználhatjuk, és Magyarországon használhatjuk fel.
Tehát teljesen egyértelmű elvárás lenne az, hogy igenis a szingapúri modellnek megfelelően, hogyha egy magyar szellemi termék érdemes arra, hogy a magyar állam támogatását élvezze, akkor minisztériumi szinten foglalkozzunk ezzel, adott esetben az illetékes minisztérium megfelelő munkatársai üljenek le egy beszélgetésre, konzultációra, támogatásra érdemesnek ítélt találmányt bejegyző szervezettel, magánszeméllyel, majd adják meg ezt a támogatást, tehát szüntessük meg azt a teljesen egészségtelen agyelszívást Magyarországon, melynek köszönhetően jelen pillanatban a magyar koponya kiváló produktumait külföldi cégek és elsősorban multi cégek aknázzák ki. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, kérdezem, kíván-e még valaki felszólalni a vitában? Jelentkezőt nem látok. Most megkérdezem Répási Róbert államtitkár urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Igen, megadom a szót államtitkár úr. Tisztelt ház, tisztelt elnök úr, csak két felvetésre szeretnék válaszolni. A vita korábbi szakaszában is voltak felvetések, amelyre még a részletes vitában szeretnék visszatérni, mert azok úgy gondolom, hogy olyan technikai részletkérdéseket érintettek, amely inkább a részletes vita tárgykörébe tartozna. De itt Lampert Mónika képviselőasszony egy olyan módosító indítványukra utalt, amely a törvényjavaslatból kiemelné, elhagyná a családjogi törvény egy módosítását. Ennek, tehát részben értem a logikáját, azt gondolják, hogy ennek semmi köze nincsen a törvényjavaslat címében megfogalmazott tárgykörrel, szabályozási tárgykörrel, de azért azt szeretném jelezni, hogy egyrészt itt egy deregulációs szabályról van szó, az a családjogi törvény módosítás két bekezdést kiiktatna a családjogi törvényből. Másrészt viszont a megértésüket kérem, itt egy nagyon, nagyon fontos és sokak által joggal kritizált korábbi törvénymódosítást tesz helyre a parlament, amennyiben elfogadja ezt a javaslatot, mégpedig ez a bizonyos élettársi nyilatkozatok nyilvántartásából való igazoláskérés, amennyiben ugye a gyermek tekintetében az apasági vélelemhez szükséges egy ilyen igazolás. Na most ez egy elhibázott törvényalkotás volt, amikor az országgyűlés így módosította a törvényt. Ezt próbálja korrigálni ez a törvényjavaslat. Lehet, hogy nem szerencsés, hogy ebben a deregulációs körben próbálja helyrehozni a hibát a jogalkotó, de mérlegelni kérem önök részéről ennek a módosító javaslatnak a visszavonását, tekintettel arra, hogy itt egy nagyon súlyos, több ezer embert érintő problémáról van szó, és tényleg felesleges adminisztrációs terheket ró a éppen újszülött gyermekek anyjára, hozzátartozóira, tehát azért egy nagyon fontos társadalmi érdek fűződik hozzá, hogy minél hamarabb kiiktassuk ezt a szabályt. Tehát kérem, hogy ezt mérlegeljék, még akkor is, hogyha valóban csak tág összefüggés mutatható a törvényjavaslat szabályozási tárgykörében. Amiről pedig Zékárpád Dániel képviselő úr beszélt, ott ugye nagyon sokszor emlegetik az Alkotmányvédelmi Hivatal elnevezését. Tisztelt képviselőtársaim, az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatalos rövidítése az AH, tehát hiszen az alkotmányvédelem szót azt egybeírják. Tehát lehet különböző rövidítéseket ráugatni az Alkotmányvédelmi Hivatalra, de a magyar nyelv szabályai szerint annak az AH a rövidítése. Egyébként így használják minden egyes hivatalos dokumentumban, tehát nem érzem jogosnak a kritikájukat, amennyiben az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatalosan is ezt a tényleg rossz emlékeket idéző rövidítést kapná, akkor én magam is tiltakoznék ellene, de szeretném hangsúlyozni, hogy itt egy tévedésről, egy közkeletű tévedésről van szó, vagy ha úgy tetszik, egy félremagyarázásról van szó, az Alkotmányvédelmi Hivatal véletlenül sem keverendő össze az AVH-val. Egyébként pedig a jobbikos terminológiában a utcai harcok során amúgy is a rendőrséget nevezték AVH-nak, tehát nem az Alkotmányvédelmi Hivatalt nevezték annak. Az Alkotmányvédelmi Hivatal elnevezéséhez nem szeretnék visszatérni a fél évvel ezelőtti,
vagy hónapokra ezelőtti vitához, de ugye vannak olyan országok, ahol ezt a nemzetbiztonsági tevékenységet alkotmányvédelmi tevékenységnek nevezik, és ez volt a magyarázata a hivatal elnevezés megváltoztatásának. Kétségtelen nem a rövidítésből, hanem a szabályozási tárgykörből, a funkcióból indult ki a jogalkotó. Összefoglalva, elnök úr, mivel most az általános vita lezárul, ezért köszönöm szépen az általános vitában a hozzászólásukat, és kérem a megértésüket olyan törvénymódosítások esetén, amelyek talán csak tág összefüggést mutatnak ebben az egész törvényben, de mégis rendkívüli érdek és társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy ezeket a törvénymódosításokat az országgyűlés elfogadja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm, államtitkár úr, tisztelt országgyűlés, az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátása és a részletes vitára várható a november 22-én kezdődő ülésünkön kerül sor. Tisztelt országgyűlés, soron következik az egyes rendészeti tárgyú és azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása és lezárása. Bejelentem, hogy a kormányt a vitában Répási Róbert államtitkár úr képviseli. A törvényjavaslatot T/per 1426-os számon, a bizottság ajánlást pedig T/per 1426/2 számon megismerhették. Tájékoztatom Önöket, hogy az általános vita megkezdésekor sor került miniszteri expozéra, a bizottsági álláspontok ismertetésére, valamint a vezérszónokok felszólalásaira. Ma a képviselői felszólalásokra kerül sor. Tisztelt országgyűlés, először az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Elsőként felszólalásra jelentkezett Fülöp István képviselő, a Fidesz képviselő csoportjából. Önné a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő társaim, tisztelt államtitkár úr. Üdvözlöm a kormány törekvését a rendőrség szervezetének hatékonyabb átételére. Ezek az erőfeszítések nagyon is időszerűek, hiszen eszközrendszerében és állományában is legyengített rendőrségnél jelentős fejlesztések szükségesek a megfelelő közbiztonság megteremtése érdekében. A törvényjavaslat törekszik a rendőri hivatás társadalmi megbecsülésének javítására is, azáltal, hogy megköveteli a rendőrök kifogástalan életvitelét és kiszűri a korrupt elemeket. A következő pár percben a törvényjavaslat egy olyan pontjára térek ki, amely jelentősen hozzájárulhat a közutak biztonságossá tételéhez. Tisztelt Ház! Bár az elmúlt időszak gyors és hatékony intézkedéseinek köszönhetően a közbiztonság erősödött, az erőszakos járművezetés kultuszának köszönhetően mégsem javulhatott sokat a magyar állampolgárok biztonságérzete. Az autópályákon és az országutakon gyakoriak a veszélyes előzések, a nagyméretű sebességátlépések, amelyeket gyakran külföldi rendszámú járművek vezetői követnek el. Bár a rendőrség egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz, hogy visszafogja a mások életét veszélyeztető vezetőket, a bírságoknak visszatartó ereje cseki, mivel nem mindig lehet azokat behajtani. A 3,66 milliárd forintnyi közúti bírságból tavaly mintegy 1,2 milliárdot nem fizettek be az autósok. A statisztikák szerint a kiosztott csekkekre fittyet hányók között igen magas volt a külföldiek aránya. Miközben a közelmúltban volt olyan hétvége, amikor 12 ember vesztette életét a közúti forgalomban Magyarországon, a külföldi járművezetők annak tudatában veszélyeztetnek másokat, hogy a rájuk kiszabott bírságot a rendőrség nem tudja behajtani. Ennek oka, hogy a külföldi gépjármű nyilvántartásokhoz a magyar rendészeti hatóságoknak csak igen korlátozott hozzáférési lehetősége van. A külföldi gyorshajtót csak akkor tudja megbüntetni a rendőrség, ha sikerült megállítani és a forgalmiból kideríteni, ki az üzembetartó. Tisztelt Ház! A felvázolt probléma minden olyan magyarországi térséget sújt, amelyen nemzetközi közúti közlekedési folyosó halad át. Különösen érintettek a határmenti területek, mint például választókerületem, Mátészalka és térségem, amely a román és az ukrán határ közelsége miatt
erősen kitett a szabálytalanul közlekedő külföldi rendszámú járművet vezetők.